Köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Solt Vadkerti televízió műsorát látják, ez pedig a Vadkerti Krónika, ahol a következő fél órában tájékozódhatnak mindarról, mi minden történt az elmúlt héten városunkban, illetve térségünkben. Mai műsorunk témái a következők. Vasárnap véget érte a 10. Szélrózsa országos evangélikus ifjúsági találkozó. Gasztronómia és Kurzandi, a borfesztiválról készült beszámolónkban ma ez a két téma szerepel. Vida Máté és a Vasas játszott a Soltvadkertiek ellen. Záró Isten tisztelettel ért véget július 20-án vasárnap a 10. jubileumi szélrózsa találkozó. Az alkalmon többek között az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatói szolgáltak Kovács Viktor lelkész vezetésével. Igét hirdetett Gáncs Péter püspök, zenélt a közel. Az Isten tiszteleten, amelyet az interneten élőben lehetett nyomon követni, és hollapunk, valamint az MTV a stábja is rögzített, a résztvevők bátorítást, áldást tartalmazó, repülővé hajtogatott, színes matricákkal díszített papírokat dobtak egymás felé, és így cseréltek gazdát a fontosnak tartott üzenetek, amelyeknek legtöbbike a szárnyai motto köré fonódtak. A záró Isten tiszteletből láthatnak egy részletet a következő percekben. Ismerek egy embert a Krisztusban, 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Eddig az apostol szava hozzánk, foglaljunk helyet. Kedves fiatalok! Kedves házigazda Soltvadkerti gyülekezet, kedves strandolók, akikhez a víz, mint jó hangvezető eljuttatja az igehirdetést, akár akarják, akár nem. Így köszöntök most mindenkit itt a túparton, és ha már Pál fölidézi egy 14 évvel ezelőtti Isten élményét, akkor én most hadd licitáljak rá az apostolra, én nekem 18 évvel ezelőtti komoly Isten élményem is van, amikor, ha nem is a harmadik mennyországig, de a mecsekaljai, várajai, festői völgybe ragadtattam el, ahol megtartottuk 18 évvel ezelőtt az első szélrózsa evangélikus találkozót, ifjúsági találkozót, ezzel a kérdéssel, amely aktualitásával semmit sem veszített, kit kerestek. És azóta két évenként újra meg újra megadatik nekem ez az élmény, hogy elragadtatom, vagy így is fordítható a bibliai szó, hogy fölragad az Isten, fölemel az Isten, és én már 10-szer tölthettem együtt sokakkal ilyen szélrózsa találkozón felejthetetlen órákat és napokat. Ott a kezdetnél 800 fiatalnak örültünk, most már több ezeren vagyunk, több generáció találkozik, és egy kicsit eljátszottunk a gondolattal a szerdai nyitányon, a szárnyalás mottóból kiindulva, hogy mint egy hatalmas repülőgép, ahogy akkor mondtam, a Lutherán Air légitársaság 2014-es járataként fölemeltettünk. Azóta kicsit óvatosabb vagyok a repülős képekkel, hiszen beárnyékolta a mi örömünket itt az a tragédia, amely az ukrán-orosz határon történt, melynek 300 ártatlan áldozata volt. Erről a helyről is gondolunk együttérzéssel az áldozatokra, azok családjára. Igen, a repülés nem játék. A repülés hozzá tartozik a 21. századi ember életéhez, még ma is veszélyes üzem. És ezért kérem most ennek a légi járatnak valamennyi utasát, hogy készüljünk föl a leszálláshoz. A leszállás, akik sokat repülnek, tudják, az egyik legkockázatosabb része egy repülőútnak. Azt éljük át, hogy lassan ereszkedünk, hogy a levegő felhajtó erejét lassan legyőzi a föld vonzása, a gravitációs erő. És nem mindenki szeretne leszállni.
Sokan szeretnének állandóan magasban lenni, állandóan repülni. Nem mindig tudjuk elfogadni azt, hogy Isten megajándékoz bizonyos különleges kincsekkel, élményekkel, amelyekből azonban aztán ő maga vezet tovább. De hát nem vagyunk sem madarak, még kevésbé vagyunk angyalok. Bizony, le kell szállni. Nem könnyű elfogadni az ilyen váltásokat, szabad egy kis nagyon személyes, családi, színes példával illusztrálni. Regina unokám 3 évesen már második szélrózsáját tölti itt velünk. A találkozó nagy részét ő a vízben töltötte, és tegnap délután komoly közelharc volt őt partra csábítani, mert közölte, hogy ő egy vízi állat. Ezt a kétértő identitást egy 3 éves gyermeknél mosolyogva fogadjuk, csak oda furcsa, hogy aztán sokszor felnőtt fejjel se nőjük ki az ilyenfajta identitás zavart, hogy hát hol is van a mi helyünk. Most jobb lenne a vízben, tudom, máskor jobb lenne fönn a levegőben, de azért fogadjuk el, hogy az Úristen nagyon bölcsen minket a föld porából formált azért, hogy ezen a földön legyünk otthon, ezen a földön legyünk boldogok, ezen a földön találjuk meg az életünk célját, értelmét, azokat az utitársakat, akikkel igazi közösséget élhetünk meg. Jó, hogy Isten időnként fölemel minket. Ilyen volt ez a 4 nap is, amikor az ember fönn van, akkor távlatokat lát meg, perspektívákat fedez föl, összefüggéseket lát meg, és talán ezt is átéltük már, akik repültünk, hogy sokszor onnan föntről látjuk meg, hogy milyen szép ott lenn. Hogy milyen gyönyörű mondjuk Budapest egy repülőgép ablakából, vagy a Balaton, vagy akár az Alföld, vagy bármelyik része hazánknak és ennek a világnak. Igen, kell néha, hogy kinézzünk az ablakon, és rácsodálkozzunk, hogy hát milyen gyönyörű hely, ahonnan mi fölemeltettünk, de nem azért, hogy elszakadjunk, hanem azért, hogy az élmény erejével föltöltekezve visszatérjünk. Itt is voltak közös élményeink, Isten élményeink, találkoztunk a teremtett Isten, a teremtett világ csodálatos ajándékaival, gondolok ezekre az égbe törő fákra, melynek árnyékában hűsölünk, a frissítő vízre, a napsugárra, a közös égre, ugye el szoktunk játszani ezzel, csak egy betű a különbség, a közösség, amelyet itt is megélünk, és a közös ég, amelynek távlatát föltekintve megsejthetünk. De más közös élményeink is voltak itt, közös imádság, ének, igehallgatás, ének és zene. De most tényleg itt az idő, hogy becsatoljuk a biztonsági öveket, kikapcsoljuk az elektronikus berendezéseket, üléstámlákat, függőleges beállítsuk, ha van mit, és készüljünk föl a landolásra. Nem azért, mert egyszerűen valaminek vége van, hanem pontosan azért, mert valami most jön, hogy Isten is földre szállt, hisz ez az evangélium szíve közepe, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok az a kenyér, aki a mennyből szállt le ebbe a világba, hogy életet adjon ennek a világnak is, életet adjon mindenkinek, aki eszik ebből a kenyérből, aki elfogadja a Krisztussal való teljes közösséget. Olyan légitársaság vagyunk, amelynek nincsen fapados járata. Itt mindenki kap enni és innivalót. De ezen a légi társaságon nincs biznisz osztály, nincs első osztály, ahol jobb az ellátás, és turista osztály, ahol szegényesebb. Itt most mindenki ugyanazt kapja, a bűnbocsánat örömét, Krisztus testét és vérét, egy falat ostját, egy korty bort, és benne az élet ajándékát, ami a Bibliának külön szava van, a biosszal szemben a zoé, az örök élet ígérete, távlata adatik nekünk. És Isten olyan kicsivé lesz, hogy be tudjuk őt fogadni, meg tudjuk őt rágni, meg tudjuk őt ízlelni, le tudjuk őt nyelni, meg tudjuk őt emészteni, részévé lesz az életünknek úgy, hogy aztán
ajándékait tovább is adhatjuk, mert itt különbözünk Pál apostoltól, aki úgy folytatja a vallomását, hogy amit ő látott, azt nem tudja elmondani emberi szavakkal. Én hiszem és remélem, amit mi láttunk, éltünk át itt ezekben a napokban, vagy akár korábbi szélrózsákon, azt el tudjuk mondani, azt át tudjuk adni. Előbb hallottuk a bevezetésben, a szélrózsa himnuszban a 10 találkozó mottóját. Hadd idézem csak fel azt a 10 mondatot, amely tovább adható azok számára is, akik talán nem vehettek részt egy-egy találkozón. Induljunk el visszafelé. Itt szárnyaltunk, 2 éve a Balatonparton, Fonyódon merítettünk a szabadulás forrásából. Szarvasról megtaláltuk életünk centrumát, középkezdés veled. Kőszegen a határainkat feszegettük és ismertük föl. Szolnokon Isten vallomása, szerelmi vallomása fogadott minket, tenyerembe véstelek téged. Tatán a világ világosságaként ragyogott ránk Jézus Urunk. Kismaroson hívásunk volt, és remélem sokan meghallottuk. Debrecenben bátran mondtuk, itt vagyok, engem küldj. Bodajkon kimondtuk a nagyon komoly hitvallást, nem a meghátrálás emberei vagyunk, és már is 96-ban vagyunk, 18 évvel ezelőtt a már említett Váraljai gyönyörű völgyben, ahol kimondtuk, hogy Jézus Krisztust keressük, és ő talált meg minket. De igazán nem állhatok itt meg, amikor éltető gyökereinket keresem, hiszen eszembe jut, hogy pont 30 évvel ezelőtt, ilyen júliusi vasárnapon, 1984-ben, a vasfüggöny mögött először, Kelet-Európában először, tévés istentiszteletet közvetítettek a Budapest sportcsarnokból, 12 000 evangélikus énekelte, talán néhányan itt vagyunk még, az erős várt. Előtte 300 fiatal találkozott, először lehetett ilyet, ezzel a mottóval, Krisztusban most van a jövő, és átéltük a nagygyűlés mottójának is örömüzenetét, akkor kaptam ezt a stólát egy kanadai fiatal barátomtól, rajta a szimbóluma a Lutános Világszövetség 7. nagygyűlésének, Krisztusban, ő a kereszt, reménység, a horgony, a világért. Akkor még nem is sejtettük, hogy alig 5 év, és leomlik a berlini fal, átszakad a vasfüggöny. És hiszem, tudom és vallom, hogy a történelem ura ebben felhasználta még a mi pici evangélikus egyházunkat is, hiszen az, ami 30 éve történt, az előszele volt már a rendszerváltásnak, amelyről itt ezen a találkozón is beszélgettünk a rendszerváltás miniszterelnökével, Németh Miklóssal, vagy éppen Balogh Zoltán miniszterúrral, de tudnunk kell, a gyökerek sokkal messzebb vezetnek, egészen a mi szabadító Istenünkig. Szerdán ünnepi istentisztelettel, majd egy 600 szeletes, illetve további kisebb torták felvágásával és elfogyasztásával kezdődött a 10. jubileumi szélrózsa találkozó Soltvadkerten. Csütörtökön magyar, osztrák és német 3 nyelvű áhítattal indult a nap, utána beindultak a párhuzamosan futó fórumok, előadások. Az esti áhítat után pedig koncertek következtek. Szia Anna, először is arra lennék kíváncsi, hogy itt most a mai napon milyen küldetést vállaltál magadra? 2 előadást tartottam, az egyik a Bethesda Gyermekkórházban működő önkéntes szolgálatról szólt, a másik pedig az én önkéntes évemről szólt, másfél évemről, amit jezsuita önkéntesként Nairobiban töltöttem. Egy picit avasd be, légy szíves, a nézőket, hogyan kerültél egyáltalán ki Afrikába, illetve mi motivált? Szeretem volna már nagyon régen egy önkéntes évet vállalni, már jóval fiatalabb koromtól, és rájöttem, hogy nem leszek fiatalabb, és ezt minél hamarabb meg kell csinálni. Jelentkeztem a német jezsuita misszióhoz, ők készítettek fel, ők voltak az én küldőszervezetem, és ők ajánlották fel a felkészítés során Kenyát, Nairobit, és vállaltam.
Hallgattam az előadásodat, nagyon érdekes dolgokról esett szó, például itt kulturális különbségekről. Hogyan lehetett ezt áthidalni? A jó indulat és a jó szándék azt hiszem az egyetlen kapaszkodója az embernek olyan helyzetekben, amikor nem érti a másikat, és semmiféle eszköztára nincs, vagy értelmezési rendszere nincs kéznél, amivel meg tudná érteni a másik viselkedését. És nekem az segített nagyon, hogy rájöttem, hogy a másik fél ugyanúgy nem ért engem. Tehát nekik ugyanolyan nehéz értelmezni, vagy elviselni esetenként az én viselkedésemet, mint amilyen nehéz neki. És az is nagyon jó volt, hogy a felkészítésem azért tényleg nagyon igényes volt és mély. Tehát tudtam, hogy a kulturális különbségek fájdalmas és esetenként nehéz dolgok. És tudtam, hogy most ez zajlik, hogy két értékrend ütközik, és valami közös nevezőt kell találnunk. Magát a kereszténységet, a keresztény tanokat hogyan tudtad átültetni az ottani életbe? Hogyan tudtad átadni azt, amit igazából szerettél volna? Közösek voltak ezek a keresztény értékek, mert egy keresztény közösségben éltem, hát egy jezsuita szerzetes közösséghez tartoztam egy évig biztonsági okokból. Tehát ez a része nem volt nehéz. Inkább azok a különbségek voltak, jelentettek nagy kihívást, ahol a keresztény értékek fejlődtek a kultúráinkban másképp. Például a tisztelet kultúrája annyira más ott és más a számunkra, ahol ott a tisztelet mind a két földrészen nagyon-nagyon fontos érték. Ott például tiszteletlenség a másiknak direkt a szemében mondani, hogyha valami problémád van vele, számunkra pedig tiszteletlenség ezt elhallgatni. Hogyha ez a két érték ütközik, akkor ott nagyon kezelhetetlenné tud válni a helyzet, tehát nem marad az embernek más kapaszkodója, mint a jó indulat és a jó hiszeműség, hogy a másik valószínű mégsem akar rosszat, vagy nem ártásból. Ha jól vettem ki a szavaidból, akkor a családmodellek is ott teljesen másképpen alakulnak, mint mondjuk itt Európában. Igen, az érdekes volna felidézni az európai történelemben, hogy nálunk hol kezdett ez megváltozni, de valószínű, hogy a mi ősi kultúráink ugyanolyan, tehát hogy a családmodellek azért a két földrészen még csak hasonlítottak egymással, tehát 500 éve valószínű itt is általánosabb volt a nagy családfogalom, illetve Magyarországon is voltak még nagy családok, klánok, ahol a családfő az egész nagy család fejét jelentette. Afrikában pedig ez még mindig általános, ez egyházban is elég nagy probléma, mert hogyha a családfő örököse, tehát a legidősebb fiú egy nagy családban nem házas pap lesz, akkor az nehézséget okoz, amikor meghal a családfő, mert ki az utódja. Tehát kulturálisan mindenképpen a pap az utódja, és neki el kell látni a családfői szerepét, de hát ezt felszentelt papként, plébánosként nehéz megtennie. Tehát ez azért okoz gubancokat, de azt hiszem, hogy ezen a területen nagyon irigyek lehetünk az afrikai családokra. HIV-fertőzöttekkel is találkoztál, ők hogyan élik meg a mindennapokat, illetve hogyan kerültél velük kontaktba? Az volt a feladatom, hogy a HIV-fertőzötteket segítő projektekben segítkezzem, tehát tegyem hasznossá mindazt, amit tudok, illetve mindazt, amit tanulni vagyok képes. Általában én azt láttam, hogy az emberek nagyon hálásak. Tehát nagyon hétköznapinak számít az, hogy egy meetinget, egy munkahelyen imával kezdünk. És annyira megdöbbentett engem, hogy a leghétköznapi imádság az volt, hogy Teremtő Atyánk, hálát adunk az élet ajándékáért. Én nem tudok felidézni olyat, hogy mikor köszöntük meg mi a puszta létünket az én keresztény közösségemben. Tehát hogy ott annyira tudatos, hogy sőt hétköznapi, hogy a puszta élet az egy ajándék, és általában ezt a hálát, ezt nagyon erősen éreztem köztük, és azt a képességet, hogy a kis dolgokat tudják értékelni. Egyébként a kenyaiak
az afrikai magyarok, mert hihetetlen jó panaszkodásból, legalábbis a többi afrikai országban ezt tartják róluk. Én ehhez képest tényleg inkább ezzel a hálával találkoztam, és az állandó mosollyal, és a békesség kereséssel. Tehát ott az inger küszöb például egy konfliktusban sokkal magasabban van, amíg elkezdeni kezelni. Tehát sokkal több mindent hajlandóak, nem erőltetve, hanem teljesen spontánul elviselni. Sokat tanultatok akkor ezek szerint egymástól? Én mindenképpen nem tudom, hogy ők mennyire tették túl magukat azóta a szenvedéseken, amit én okoztam nekik, a viselkedésem, de nekem nagyon tanulságos volt, és nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt megtapasztalhattam. És hogyha már itt vagyunk a Szélrózsán, akkor mesélj egy kicsit arról, légy szíves, hogy miben látod ennek a rendezvénynek az üdvösségét? Egy csomó jó indulat az ember jön össze, találkozik egymással, és erősödhet meg ebben a jó indulatban, egymás társaságában, és azt hiszem, hogy az is, aki távolabbról, tehát nem aktív keresztényként jön ide, az is merítkezhet ebből a légkörből, mert én nem tudom, én érzem, hogy itt egyszerűen béke van és nyugalom. És sok a fiatal. És nagyon sok a fiatal, aminek én is nagyon örültem. Lehet, hogy a vízparti program is szerepet játszik benne. Üdvözlünk itt Soltvatkerten. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mégis mennyi munkát fektettek, illetve mennyi energiát tesztek bele egy ilyen rendezvénynek a megszervezésébe. Talán ez első ránézésre nem is tűnik olyan sok munkának, ami itt azért történik, de a háttérben óriási munka zajlik már 2 éve. Nem csak az a nagy feladat, hogy ezt a rendezvényt megszervezzük, hanem hogy ez egy immár 18 éve tartó sorozat, és ez a 10. Szélrózsa. Ennek az egész sorozatnak a végigélése az, ami igazán izgalmas és nehéz. Tehát mindig vannak szélrózsák után utoltalálkozók, szélrózsák előtt előtalálkozók, és így próbáljuk az évek alatt a szélrózsa csapatát összetartani. És a cél az, hogy mindig bővüljön a kör. Nagyon nagy öröm az, hogy itt Soltvatkerten látunk rengeteg sok fiatalt. 2 évvel ezelőtt a Balatonon volt a Szélrózsa, ott is láttuk, és tegnap a nyitó istentiszteletet, amit a Soltvatkerti gyülekezet tartott, és nagyon-nagyon jó volt. Volt egy kérdés, hogy kik azok, akik először vesznek részt a Szélrózsán, és több száz fiatal tette fel a kezét. Úgyhogy ez az igazi öröm nekünk, hogy látjuk azt, hogy jönnek, és jól érzik magukat. Te magad hogyan kerültél kapcsolatba a Szélrózsával? Hát mondhatnám azt, hogy evangélikus lelkész vagyok, és innentől kezdve ez működik, de a lelkészi pályám előtt én már részt vettem Szélrózsákon. Rettentő sok élmény kapcsolódik hozzám, és tulajdonképpen 2 évvel ezelőtt, amikor véget ért az előző, akkor kértek föl, hogy egy kicsit frissítsük a Szélrózsa vezetői csapatát, és így kerültem én is be a körbe. Na és ez a frissítés most milyen változásokat eredményezett? Hát nyilván azt próbáljuk mi fiatalabbak a szervezői csapatba behozni, hogy közelebb kerüljenek az egész Szélrózsa a fiatalokhoz, és ezt minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ezt meg tudjuk oldani. Próbáljuk úgy szervezni az ájtatokat, hogy ez fiatalos legyen, hogy ott mindig zajjon, történjen esemény, mindig pörögjön az egész. Próbálunk olyan együtteseket hívni, keresztény vagy akár világi együttest is, akikről tudjuk, hogy szeretik a fiatalok, mert mi is szeretjük, hiszen mi is fiatalok vagyunk. Mik a visszajelzések, mik a tapasztalatok, főleg itt a fiatalabb korosztály részéről? Nagyon élvezik, én azt látom, és ennek örülök én a legjobban, hogy mosolygos arcok vannak mindenhol. Nagyon várjuk már az esti koncertet. 2 nagy koncert lesz ma. Az egyik egy evangélikus keresztény banda, egyébként punk és rock zenét játszanak, ez a Miska. Evangélikus körökben ez egy ilyen óriási név. Ott mindig óriási buli szokott lenni. A Miska koncert után pedig az Ocsó Macsó fog most ma föllépni. Hát ez pedig azt gondolom, aki ismeri manapság a könnyű zenét, azt tudja, hogy azért ez egy jó név. Milyen programokkal készültetek még itt az ifjúságnak? Van retro sátrunk, ott az elmúlt 10 évet foglaljuk össze, és mindenféle vicces dolgot ki lehet próbálni, lehet fényképezkedni, és a
Például, aki egy fényképet megkap a másik, akkor meg kell keresni a táborba, és aki megtalálja, az ajándékot kap. Minden egyéb marhasággal készülnek, hogy a fiatalok jól érezzék magukat. De van csendsátor, van ezerféle program közül lehetőség választani. A cél az, hogy mindenki megtalálja a saját magánahoz illőt, meg azot, amiben ő jól érzi magát. Én nem tudom, hogy ez mennyire új keletű kezdeményezés, de itt az egyik színpad mellett, itt a hátunk mögött én látok egy kivetítőt bibliai igékkel. Ez nagyon jól néz ki, és azt hiszem, hogy meg is van a hatása. Ezt mikor találtátok ki? Az idei évben abban különbözik az előző évektől a Szélrózsa ájtata, hogy eddig mindig a nagy színpadon volt az ájtat. És most váltottunk, és a kis színpadra tettük át az ájtatot azért, hogy közelebb kerüljön a színpad, az ájtattartók a résztvevőkhöz, és betettük ide mellé ezt a nagy kivetítőt, hogy még interaktívabb legyen az egész áhítat. A cél az, hogy az áhítatok azok ne olyanok legyenek, mint amit az ember általában gondol, hogy ülünk és unatkozunk egy fél órát, hanem pörögjön, és ezek a kivetítők, a könnyűzenék, ezek mind azt szolgálják, hogy élménydús legyen az áhítat, és hogy valóban az örömhír, a krisztusi örömhír az eljusson a gyerekekhez, a fiatalokhoz, a felnőttekhez. Éppen most tegnap beszélgettem egy gyülekezet vezetőjével, aki elmondta, hogy mondjuk jöttek 15-20-an, és abból 3-4 olyan fiatal, aki abszolút nem kötődik egyházhoz. Most van először ilyen rendezvénye. Nyilván nekik a világi zenekarok voltak a motiváció, de azt mondják, hogy nagyon jól érzik magukat itt, és akár elmennek következő alkalommal a gyülekezeti rendezvényekre. Tehát ez egy missziós alkalom, mi ezt nem is titkoljuk. Az a célunk, hogy jöjjenek be külsősök is, nem evangélikusok is, és érezzék jól magukat közöttünk, és vigyék a jó hírt tovább. A Soltvadkerti Borfesztivál idén is gasztronómiai alapokra helyezve várta a látogatókat. A sajt mellett más finomságok is kényeztették az érdeklődőket. A szabadtéri színpad fellépői között ott volt Soltvadkert büszkesége, Kurt Szandi is. A fesztiválról készült mai beszámolónkban ez a két téma szerepel. Ha jól tudom, ez az első alkalom, hogy részt vesznek a Soltvadkerti Bor és Sajt Fesztiválon. Kinek a képviseletében, illetve honnan érkeztek? Mi Nagyenyedről érkeztünk, a Nagyenyedi Borász Egyesület tagja vagyok. Erről a Borász Egyesületről mit lehet tudni? Hát mi egy kisebb egyesület vagyunk, kisebb termelők. Én vagyok az egyetlen nő az egyesületben. Kisebb területen gazdálkodunk. És megpróbálunk minél jobb borokat csinálni. Járunk versenyekre az országba, külföldön, és elég jó eredményeket értünk el mostanig. Mik a legnépszerűbb borok Nagyenyeden és környékén? A legnépszerűbb örök a Zolasz Riesling, Királylánka, Tramini, még van egy pár fajta, a Szürke Barát. Ezek nagyon jó minőségi borokat lehet csinálni belőlük. Most milyen borokkal érkeztek ide hozzánk? Mi hoztunk Szürke Barátot, Traminit, Királylánkát, Olasz Rieslinget, Rajnai Rieslinget, és egy plébánost, amelyiket a Logos termeli. Ez egy kuvé több fajtából. A Logos közülünk a legnagyobb termelő. Mi az, ami egyébként a leginkább fogyott így a tegnapi nap, illetve a mai nap folyamán? Általában mindegyikből az emberek kíváncsiak voltak, hogy milyenek az erdélyi borok. Milyen sűrűn járnak egyébként fesztiválokra? Hát ahányszor meg vagyunk hívva, mindig elmegyünk szívesen. Sikerült-e már megkóstolni a helyi borokat, a helyi különlegességeket, és hogyha igen, akkor melyeket? Igen, kóstoltunk a Fritmánba és a Lantosba nagyon finom borokat, és sokkal különbözőket, mint a miénkek. Hogyha a jövőre tehetik, akkor visszajönnek hozzánk? Igen, akármikor szívesen. Igazán üde színfoltja vagytok itt a Bor és Sajt Fesztiválnak. Házi készítésű szörpökkel érkeztetek. Rita, mióta foglalkoztok ezzel a dologgal? Igazándiból az idén kezdtünk vele foglalkozni. Ez az első kiállításunk, és örülünk neki, hogy meglepően jól fogadják az emberek. Ugye reneszánszát éri a kistermelői termékek vásárlása, hála Istennek ez a szörpök telején is így van, és igazán a család örömére kezdtük, aztán a barátok örömére,
és most már a vásárlók örömére is. Milyen szörpökkel érkeztetek? Egyre bővül a repertoár, igazániból a tavasztól kezdtük felépíteni. Bodzavirág, akác, ház, menta, citromfű, málna, szamócánk már el is fogyott, illetve most a megynél tartunk, jövő héten szedjük a szedret, illetve őszre érkezik a muskotályos szőlő, homoktövis és majd a kökénnyel zárunk. Én figyeltem a felsorolást, azért gyógyászati, egészségügyi szempontból sem utolsóak ezek a termékek. Így van, és ügyelünk arra, hogy mindenféle adalék nélkül készítsük el ezeket. Tehát tartósítószer és színezékmentesek a termékek. Mennyire bátrak itt a fesztivál résztvevői? Mennyit sikerült eddig körülbelül eladnotok, vagy kóstoltatnotok? Bátrak, meglepően bátrak. Amitől igazániból féltünk az előállításkor is, az a levendula volt, és az egyik legnépszerű a citromfűvel együtt. Úgyhogy ez a két legnépszerűbb, mert ugye az átlagos szörp az a málna szörp, illetve a bodza, az a legkeresettebb, de ezen felül a két újdonság, a levendula és a citromfű. Mik a jövőbeni tervek? Szeretnénk megmaradni a kis termelői kategóriában mindenként, illetve a hagyományos előállításnál, mert ez adja a termék varázsát. Éttermekbe szeretnénk leginkább is bejutni, illetve ezt a háztáji értékesítést megtartani. Illetve most készül egy honlapunk, mivel az internet világában élünk, tehát muszáj ezt a vonalat is követni. Hanyadik alkalommal vesznek részt itt a Soltvad Kerti Fesztiválon? Az első alkalommal vesztünk részt a fesztiválon. Milyen sajtokkal érkeztek? Tehén, tejből készült és kecske sajtokat hoztunk. Többféle ízben, füstölve, natur. Tényleg nagy a választék. Tulajdonképpen ezekről a sajtokról mit érdemes tudni? Azok a sajtok, amelyekkel érkeztek, leginkább milyen borokkal társíthatók? Hát ez... végül is a mindegyik borhoz tudnám társítani valamelyik sajtot, ugye a füstölt például teljesen illik majdnem mindegyik borhoz. Ugye vannak a lágyabb sajtok, a natur sajtok, azokat meg én más kategóriához tudnám azt. A sajtos pavilonokat mennyire találják meg a borfogyasztók? Hogy tűnik, mennyire van létjogosultsága annak, hogy ezt a két terméket összehozták? Szerintem elég jól, sőt tegnap azt csináltuk, hogy sajtválogatásokat raktunk dobozkába, és akkor azt vihették a vásárlók így körbe. Jól fogyott? Igen. Milyen fesztiválokon szoktak egyébként részt venni? Hát én még kezdő vagyok, úgyhogy én még a fesztivál hangulatot most próbáltam ki először, úgyhogy szeretnék több fesztiválon részt venni. Az itteni fesztivál hangulatról mi a vélemény? Nekem tetszett. Fellépőkkel, esetleg a közönséggel, a fogyasztókkal elégedette? Én igen. Ezek a sajtok egyébként saját termékek? Igen, saját termékek. Kézzel készülnek. Mióta foglalkoznak vele? Hát igazából 2 évig készítettem, úgyhogy csak a családnak, saját magunknak, és akkor most egy 7 hónapja van, úgyhogy én járok piacokra, vásárokra. Honnan jött anno az ötlet, hogy ebbe belefogjanak? Hát igazából ez csak egy hobbinak indult a történet, és akkor ez ugye elkezdte magát így kiforni. Gondolom, hogyha jók lesznek a benyomások, akkor azért több boros fesztivált is meg fognak látogatni. Igen, én szeretnék. Szandi, hát egy élmény volt téged tegnap este hallgatni. Mesélj egy kicsit, mik a benyomások az elmúlt néhány hétről, ugyanis legutóbb BMW fesztiválon is felléptél, most pedig a borfesztiválon. Mennyire tetszett a közönség, illetve te hogy látod, mennyire tetszettél a közönségnek? Hát nekem nagyon-nagyon tetszett ez az egész, meg hogy most így a nyár van, itt nagyon pörög Vadkert, főleg itt a tóvidékén. Nekem nagyon tetszett a közönség is, mert most nagyon-nagyon sokan voltak BMW fesztiválon is szerencsére, és itt a borfesztiválon is, és nekem nagyon tetszett mind a kettő. Hihetetlen torkodva meg kell, hogy állapítsam, és egyszerűen el voltunk ájulva, de ezt így szerintem sok mindenki nevében mondhatom. Hogyan tartod magad edzésben egyáltalán? Hogy lehet az, hogy tulajdonképpen a hangod sem megy el, hiszen tényleg olyan dolgot énekelsz ki, ami egyszerűen elképesztő? Hát igazából általában fellépések előtt pár nappal beteg szoktam lenni, de minden fellépés előtt mindig hát túl sok hideget iszok, meg nagyon szeretem a hideget is, meg a fagyit is. És
Hát szerintem ez miatt is, de igazából jártam tanárhoz, de most így nyáron már hát így abba maradt a tanár, úgy mint egy általános iskola vagy egy gimnázium, abba maradt, de így sem esek ki ugye a formából, mert nagyon sok fellépés van. Merre jársz egyébként fellépni? Hát megyeszerte szokott lenni. Hát igazából az ország minden részére hívnak, aminek nagyon örülök. És hát legközelebb Halason lesz fellépésem. Milyen dalokkal szoktál készülni általában? Hát mindenféle dallal próbálok készülni, hogy mindenki kedvében járhassak. De igazából, hát igen, mindenféle. Mik a közönség kedvencek ezek közül a dalok közül? Hát általában tőlem a rockot szeretik nagyon a közönség, és hát most legutóbb volt a legnagyobb hős, azt nagyon szerette a közönség, és eddig ő volt. Ha jól figyeltem, illetve jól füleltem tegnap, akkor egy saját szerzeményt, egy új szerzeményt is hallhattunk tőled. Ez micsoda, erről mesélj egy kicsit, légy szíves. Hát megjelenni még nem jelent meg, tervezzük. De hamarosan lehet, hogy meg fog jelenni. Hát ebben a Soltvadkerti divattervező, hát igazából alakulóban van divattervező. Ő írta a szöveget, de mi anyával egy picit átírtuk, mert nagyon verses lett, de nagyon jó volt. És hát utána vannak az interneten olyan oldalok, ahol csak alapokat gyártanak, és onnan szereztük az alapot rá, és így hát alakulóban van. Mik a jövőbeni terveid, Szandi? Szeptembertől a Szegedre fogok járni a Premier Művészeti Szakközépiskolában. Ott éneket tanítanak heti 5-ször, és az mellett még külön énektanárhoz is fogok járni, szóval az biztos, hogy az ének nem marad abba. Maradsz a zenei pályán? Igen, maradok. Rendhagyó edzőmérkőzést játszott a megyei első osztályban szereplő Soltvadkerti TL labdarúgó csapata. Egyrészt a nagymúltú budapesti Vasast látták vendégül, soraiban a Soltvadkerten nevelkedett Vida Mátéval, másrészt a találkozót Kiskörösön rendezték meg. A mérkőzést 4-1 arányban a Vasas nyerte, a hazaiak találatát Szamosi szerezte. Hogyan tudnád értékelni a mérkőzést? Először is a Soltvadkertieket, hiszen azért egy vadkerti fiú is játszott köztetek, és valójában visszatért szülőhazájába. Először is szeretném megköszönni a Soltvadkertieknek a meghívást. Nagy örömmel álltunk elébe, hogy lejövünk egy edzőmérkőzést játszani. Egy nagyon szimpatikus szervezett csapatot ismertem meg az ellenfél személyében. Én úgy gondolom, hogy megye-egyes szinthez képest nagyon jó iramot diktáltak, próbáltak letámadni is, és azt tudom mondani, hogy technikailag, taktikailag is fel voltak építve teljes mértékben. Az elején nem jöttél meg, egy picit két óriási helyzete volt a hazai gárdának. Hát ez benne van a pakliban, az lett volna jó, lehet, hogy jobb tett volna a meccsnek, hogyha rúgnak kettőt, mert akkor a fiúk felébredtek volna. Az igazság, hogy holnap mi Felcsúton játszunk edzőmeccset, úgyhogy nem tudtunk úgy felállni, ahogy szerettünk volna. Én úgy gondolom, hogy ez itt tökéletes volt. A vadkerti játékosokat, a vadkerti csapat szereplését esetleg figyelemmel kíséred-e? Őszinte leszek, idáig nem, de ezentúl már figyelemmel fogom kísérni. Majd a Vida Mátétól minden hétvégén érdeklődöm, hogy hogy szerepelt a csapat. És amennyiben lesz még lehetőség, nagyon szívesen jövünk még edzőmérkőzést játszani, mert nagyon szimpatikus volt élni az ellenfél. Vida Mátéra térjünk rá egy kicsit. Rá miként számítasz, milyen poszton, illetve a fejlődésében hogyan látod, milyen irányvonalat lehetne meghatározni? Hát, hogy középpályán számítok rá mindenféleképpen egy szervező játékosként. Hát a fejlődése, megmondom őszintén, hogy úgy tűnik, hogy egyelőre töretlen. Bízom benne, hogy ez a szezon azért jobban fog szólni majd az ő nevéről is, és természetesen a Vasasról is. Egy kemény felkészülésen vagyunk, amire neki is nagyon nagy szüksége van ahhoz, hogy jót tudjon alakítani a bajnokságban, de úgy gondolom, hogy abszolút egy profi mentalitású játékos, aki ha a minden edzést és mérkőzést úgy játszik végig, ahogy ezt eddig tette, akkor egy alapembere lehet a Vasasnak. A következő szezonban a Vasas számára mik a célok?
mindenképpen szeretnénk harcba lenni a feljutásért. Az ugye az első-második hely. Próbáltunk célirányosan igazolni. Én úgy gondolom, hogy a csapatom ezután a fél év után teljesen kész van arra, hogy ezt a harcot megvívja, aztán meglátjuk, hogy az miről lesz elég. Nekem az a fontos, hogy a játékosaim úgy jöjjenek le a mérkőzés után, akár vesztes, akár győztes mérkőzés után, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy szórakoztassák a közönséget, kiszolgálják a közönséget, és mi ezt az irányvonalat próbáljuk továbbvinni. A Vasas számára, ha futballstílust szeretnénk megfogalmazni, akkor mit láthatunk majd vissza a pályán? Tehát egy agresszív, jól focizó Vasast, technikásat, lapos passzost, vagy pedig egyéb stílusokat? Amit felsoroltál, ez mind a támadó futballban elengedhetetlen. Az előző fél szezonban is ezt próbáltuk játszani. Azt hiszem, önmagáért beszél az, hogy 14 mérkőzésen 39 gólt szereztünk. Ezt próbáljuk továbbvinni, próbáljuk gyorsítani a játékot. Tulajdonképpen egy olyan csapatjátékot próbálunk kialakítani, ami akár NB1-es szinten is megállja a helyét. Gondolom azért a vidéki focistákra is odafigyeltek. Esetleg van arra remény, hogy Holtatkertől vagy innen a térségből újabb tehetségek igazoljanak a Vasasba? Hát ha jól tudom, akkor Takács Krisztoffer is ebbe a térségbe tartozik. Őt épp két nappal ezelőtt igazoltuk le, úgyhogy abszolút próbálunk széles látókörben közlekedni ebben a térségben is. Ha feltűnnek tehetségek, természetesen vannak nekünk itt olyan embereink, akik ajánlják őket, akkor egyértelműen megnézzük, és hogyha úgy ítéljük meg, hogy el tudja érni azt a színvonalat, amit mi szeretnénk, akkor állunk elébe. Milyen érzés volt a Sótakercs csapat ellen pályára lépni és játszani a fiúk ellen? Nagyon boldog vagyok, hogy a Vasas csapatával le tudtunk jönni ide Kiskörösre, Sótakert ellen játszani. Nagyon örülök, hogy sok olyan ember volt kint a mérkőzésen, akivel jó kapcsolatot ápolok. Szerintem jó mérkőzés volt, a Sótakertiek is felvették velünk a ritmust, helyek közel jó játékot játszottak, sőt, mi több gólt is értek el ellenünk, úgyhogy elégedett vagyok az egész mérkőzéssel. A Vadkerti játékosokat, a csapattagokat azért még ismered, nem felejtetted őket? Persze, ismerek mindenkit, több játékossal is teremfocizok télen, vagy tartom a kapcsolatot, összejárunk, tehát így nagyon sok emberrel jobban vagyok, meg a Vadkert meccsére is kiszoktam járni többször, úgyhogy így jobban vagyok mindenkivel. Hogyan látod a fiúk fejlődését, mire lehet elegendő ennek a csapatnak az összeállítása, a felkészülése? A Vadkertiek, hát most remélem megint a megye egyben az első helyekért fognak küzdeni. Hát hogyha ilyen elánnal fognak játszani, mint a mai mérkőzésen, akkor remélem szerint ez megkérdőjelezhetetlen, tehát szerintem ott kell lenniük az elején. Jó felkészítést kapnak úgy gondolom a stábtól, tehát így kell tenniük tovább a dolgokat. Az edződ dicsért, hogy nagyon nagy elánnal vetett magad a küzdelemben, tehetségesnek nevezett, és hogy töretlen a fejlődésed. Te hogyan érzed ezt? Hát így legyen, hogy a fejlődésem töretlen lesz. Hát igen, olyan játékos, aki minden edzésen meg meccsen oda teszi magát, szerintem ez másképp nem is működhet, csak úgy lehet fejlődni szerintem. Igen, irányító vagyok, próbálom szervezni a játékot, nekem ez a feladatom, úgyhogy így ilyen szempontból hála Istennek számít rám az edzőm is. Miben vagy nagyon erős, ha lehet ilyet mondani, feljáték, passz, kapura lövés, és miben kell még nagyon sokat fejlődned? Hát véleményem szerint, ami jó nekem, az a passzjátékom, jól látom a pályán a lehetőséget, hogy tudok gólpasszt adni. Technikailag véleményem szerint úgy ott vagyok a toppon, de még a feljátékomon még elég sokat kell javítani, meg még fizikailag erősödnöm kell. Hogyan érzed az őszi szezonra? Igazán húzó embere lehetsz ennek a Vasasnak? Hát remélem így lesz, már tavasszal is sokat játszottam a csapatban, hála Istennek nagyon sokszor kezdőként, és remélem ebben az évben meg kimagasló is tudok lenni az NB2-es mezőnyben, ez a célom, aztán a Vasassal menjünk az NB1-be. Beszéljünk egy kicsit a korosztályos válogatottról, ott milyen célok állnak a csapat, illetve előtted? Hát a korosztályos válogatottammal most léptünk át, hogy az U19-es korosztályba, lesz Európa-bajnoki selejtező. Elsősorban ugye onnan tovább kell jutni, az a célunk, onnan az első kettő jut tovább, abban mindenképpen benne kell lenni. Hát két évvel ezelőtt, mikor volt nekünk EB-selejtező, akkor az elitkörön az utolsó percbe buktunk el, úgyhogy szerintem hasonlóképp ebbe az évben is ez a cél, hogy sokáig eljussunk. És gondolom szeretnél gólokat lőni a válogatottban is. Persze, ez a célom, hát majd ezen javítok. A Sótakerti környékbeli fiataloknak mit tudnál esetleg tanácsolni, hogyha hasonló szintre, illetve ilyen NB-s csapathoz kívánnának elkerülni? Elsősorban azt mondanám nekik, hogy focizzanak minél többet, foglalkozzanak a sporttal.
próbáljanak minél kevesebbet bulizással tölteni, mert szerintem az elég káros, de minél többet mondom, a focival foglalkozzanak, és próbálják fejleszteni magukat ilyen szempontból. Először is gratulálok a debütálásodhoz, hiszen a mai napon szerepeltél első alkalommal a felnőtt csapatban. Milyen érzés volt egy ilyen komoly múltú gárda ellen pályára lépni, mint a Vasas? Hát, nagyon szépen köszönöm. Nagyon jó érzés volt ellenük pályára lépni. Úgy érzem, hogy nagyon sokat tanulhatok tőlük, és nagyon örülök, hogy eljöhettem ma a felnőttekkel játszani egyet. Belülről hogyan érezted a ritmust, a csapatot, az ellenfelet, hiszen gondolom azért egy serdülő vagy ifjúsági találkozótól sokkal komolyabb erőfelmérő volt ez a mai. Hát igen, sokkal gyorsabbak nálunk fejben és passzban, futómennyiségben is, de régebb óta edzenek, már 2 hete alapoznak, mi tegnap kezdtünk el edzeni, úgyhogy nagyon jó eredmények érzem ezt. Most már annyit jelent, hogy az alapozást, illetve az őszi szezonban való szereplést elsősorban a felnőtteknél fogod elvégezni? Hát az alapozást biztosan, de az őszi szezonban majd kiderül még, ahogy sikerül az alapozásom talán. Milyen poszton fognak rá számítani a felnőtteknél? Hát mindenféleképpen védekező pozícióban, vagy jobb balvédőben, vagy védekező középpályán talán. Számodra melyik a kedvenc poszt? Hát talán a balvédő. Annak örülnék nagyon, hogyha ott játszhatnék. Ballábas vagy egyébként? Nem, jobblábas vagyok. Csak hozzászoktam ifjúban is, egész szezont ott játszottam le, úgyhogy örülnék, ha balvédőben játszhatnék. Az látszott viszont, hogy nem voltál megilletődve, illetve volt néhány nagyszerű szerelésed is. Máskor is ilyen bátran szoktál focizni? Hát az első pár perc jól sikerül, akkor lesz önbizalom, és úgy sokkal könnyebb focizni, és bentről is nagyon sokat segítettek a felnőttek. Szóval nagyon örülök, hogy segítettek, és így jobban ment a játék. Van-e erősséged esetleg, mit tudnál kiemelni, és mit kellene még nagyon fejlesztened a továbbiakban? Hát a becsúszásokat kéne nagyon fejleszteni, és erősségemnek tartom jó labda kihozatalokat, vagy lelesni pár labdát. A következő szezonban milyen céljaid vannak, mit szeretnél elérni? Hát a serdülő csapattal mindenféleképpen egy dobogót szeretnénk elérni. Ifiben is egy dobogó, felnőttben pedig szeretnék például a Magyar Kupában játszani. Ez nagyon jól lenne, bemutatkozhatnék a felnőttben. Kedves nézőink, ennyi volt már a Vadkerti Krónika. Hogyha lemaradtak volna mai adásunkról, akkor aggodalomra semmi ok, ugyanis műsorainkat visszamenőleg is megtekinthetik, illetve a Vadkerti Krónika műsorai is láthatóak az egyik legnagyobb videó megosztó portálon a YouTube-on, illetve Solt Vadkert város honlapján. Tartsanak velünk továbbra is, hogyha tehetik, hiszen már is jövünk a Solt Vadkerti magazinnal.